Két tűzesethez és 8 műszaki mentéshez vonultak a Baranya vármegyei tűzoltók szerdán. Égő autó oldalára borult teherautó, ehhez az esethez a mohácsi tűzoltókat riasztották. Két személyautó és egy kis teherautókat szállító kamion ütközött össze szerdán az 57-es úton Lánycsók közelében. A baleset következtében a kamion az oldalára borult, egy személyautó pedig kigyulladt. A mohácsi hivatásos tűzoltók két habosított sugár segítségével oltották el a teljes terjedelmében égő autót, emellett átvizsgálták és áramtalanították a járműveket. Mindegyik járműben egyedül utazott a sofőr, kettejüket könnyű sérülésekkel kórházba szállították. A vármegye másik részén a növényi égetés adott munkát a lánglovagoknak. A szigetvári hivatásos tűzoltókat azután riasztották, hogy egy férfi növényi hulladékot égetett a telkén, ez pedig tovább terjedt, nem tudta megakadályozni. A tűzoltók oltották el a közel 1000 négyzetméteren égő lángokat, 40-50 cm magas fű égett. Súlyos károkat okozó balesetnél kellett beavatkozniuk a pécsi egységeknek az M60-ason. Pécs térségében az M60-as úton egy személyautó szalagkorlátnak ütközött, ennek következtében annak motorja, illetve az első futóműve is kiszakadt. A pécsi hivatásos tűzoltók a kifolyt motorolajat, illetve hűtőfolyadékot itatták fel, más tűzoltói beavatkozásra nem volt szükség. A járműben utazók nem sérültek meg, nem úgy, mint az a siklóernyős, akihez villányból érkezett a segítség. Felszállást követően 2-3 méter magasból zuhant le egy siklóernyős szerda délelőtt a Szársomjón. A villányhivatásos tűzoltók siettek a segítségére, ellátták a sérülését, majd lekísérték a mentőhöz. Saját lábán jött le a hegyről a siklóernyős, de információink szerint az egyik csuklója eltört. Ezt rögzítették a helyszínen, majd kórházba szállították a pórul járt sportolót.